Uniós források, Magyarország kiáll a gazdák érdekei mellett, de az európai agrárminiszterek sem szeretnék, hogy csökkenjenek a források. Keresztény üldözés, több mint 200 millió embert érint világszerte a hátrányos megkülönböztetés vallási alapon. Nevelőszülőket keresnek, az oltalom szeretett szolgálat várja azokat, akik befogadnák a család nélkül maradt gyermekeket. Szinte egyik Európai Uniós agrárminiszter sem szeretné, hogy csökkenjenek a gazdáknak jutó költségvetési források, közölte Nagy István agrárminiszter, a Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Magyarország ennek érdekében hajlandó többet befizetni a közös kasszába, de forrásokat is átcsoportosítana a gazdák javára. A visegrádi négyek kibővülve a 8 balkáni és baltikumi országgal együtt egy erős 12-es szövetséget alkotnak, de Spanyolország és Franciaország is hasonló gazda érdekeket fogalmazott meg, mondta az agrárminiszter. Jelenleg a szövetségesek keresésének időszaka zajlik az agrárminiszter szerint. Olyanokat keresnek, akik hasonlóan gondolkodnak a gazdák költségvetési forrásairól, mint hazánk. Ide tartozik a visegrádi négyek, kibővülve a 8 balkáni és baltikumi országgal, de Spanyolország és Franciaország is hasonló gazda érdekeket fogalmazott meg. Magyarország több lehetőséget is felvállalna annak érdekében, hogy ne csökkenjenek a források. Az egyik az, hogy hajlandók vagyunk többet befizetni a közös kasszába, a másik pedig az, hogy keresünk olyan sorokat az Európai Uniós költségvetésen belül, amelyeket át tudunk csoportosítani a gazdák javára. A harmadik pedig az, hogy egyszerűen nem engedünk olyan célokat megfogalmazni a közös Európai Uniós költségvetésben, amely más célokat fogalmaz meg, és a gazda érdekkel ellentétes lehet. Jó úton vagyunk e felé, mindegyikre vannak javaslataink, és erős szövetségeseink vannak, tehát bizakodom az ügyben, hogy sikerül majd megőrizni azt a támogatási színvonalat, amit eddig a gazdák megszoktak. A nehézséget az jelenti, hogy mindenképpen új Európai Uniós költségvetés lesz, új metódusokkal és szabályokkal. Ezeket a gazdáknak is meg kell ismerniük és tanulniuk. Az Unió egy olyan monitoring rendszert alkalmazna, amivel látná, hogy hogyan tud az európai források hatására fejlődni például a környezetvédelem, az ökológiai gazdálkodás, milyen lehetőségeket kapnak a fiatal gazdák, tehát hogy bizonyítva legyen az Unió számára, hogy a közös forintok jó helyre kerültek, tette hozzá Nagy István. A jelenlegi uniós parlament már nem fogad el költségvetést, így még nem lehet tudni, hogy mekkora mértékű lesz a támogatás, közölte a Magosz elnöke. Reméljük egy új szellemiségű parlament, egy új, más értékrend alapján működő Európai Bizottság már más szempontok alapján kiállítja majd össze a költségvetést, de ma nem látjuk, hogy lesz-e Brexit, vagy nem. Nem látjuk, hogy mi lesz az Egyesült Királysággal, és nyilván, ami nagyon jó hír, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény megkötésre került, de ebből az agrárfejezet kivételre került. Tehát ki lett véve, innentől kezdve az a veszély, ami ott fenyegetett bennünket, azt nem tapasztaljuk. Csökken várhatóan az agrárköltségvetés, de ezért hoztam szóba a politikát, hogy nem mindegy, hogy egy olyan bizottság lesz-e, egy olyan parlament lesz, amelyik a migránsok ellátására akarja felhasználni a gazdáknak járó forrásokat, vagy éppen egy olyan, aki fontosnak tartja azt, hogy az Európai Unió gazdái versenyképesebbek legyenek. A májusi választások után a gazdatársadalom érdekeit előtérbe helyező uniós parlament kialakítása lenne a cél, tette hozzá Jakab István. A kereszténység a világ legüldözöttebb vallása, több mint 80 országban 200 milliónál is több embert érint a hitük miatti hátrányos megkülönböztetés. A 2017-ben indult Hungary Helps program az üldözött keresztények megsegítéséért jött létre, közölte a kezdeményezés megvalósításáért felelős államtitkár Mária Pócson. Azbej Trisztán kiemelte, bárki csatlakozhat hozzájuk önkéntesként vagy adománnyal is segítheti munkájukat. A Hieroteos Egyesület biztosított helyszínt a Magyarország az üldözött keresztények védelmében című ifjúsági találkozónak.
A rendezvényen elhangzott, a világon számtalan ország van, ahol kereszténynek lenni nem olyan biztonságos, mint Európában. Tőlünk a vértanúság az nagyon távol van, bár a kommunizmus idején itt is voltak olyan atyák, akiknek a vértanúságot is vállalni kellett, de a mai modern európai keresztény embertől ez távol van. Ehhez képest vannak olyan hit sorsosaink, akiktől ez nincs is olyan távol. Azt gondolom, hogy fontos az ő sorsukról beszélni, és Magyarország ebben is jól teljesít. Magyarország kiáll az üldözött keresztényekért, és azt gondolom, hogy fontos, hogy mi is beszéljünk erről. Kocsis Fülöp érsek metropolita beszédében kiemelte, a kereszténységre mindig jellemző volt az, hogy támadják, ez az egyház egyik ismérve. Többször járt a Közel-Keleten, állítása szerint az embereknek téves ismeretei vannak az ott zajló eseményekről. Látogatásai óta még inkább próbál segíteni az ott élő embereken. Véleménye szerint az együttérzés az, amivel mindenki tehet az üldözött keresztényekért. Együtt kell érezni. De sokkal több, mint az, hogy jaj, hát rájuk gondolok, vagy nem tudom, micsoda. Az együttérzésnek ereje van. És ezt én láttam ott kint, az ottani emberek arcán, szavaink keresztül, és ezt próbálom én magam is Magyarországon, sőt, idegen nyelvű híradásokban, amennyire eljut ez a hang más médiákon keresztül, médiumokon keresztül mindenkihez eljuttatni, hogy tudunk tenni, és hogyha él bennünk ez az együttérzés, akkor adott esetben, ha a tettek mezeire kell lépni, akkor is tudni fogom, hogy na most mit kell tennem, akár támogatással, segélyezéssel, befogadással. Az alap hozzáállás az ez az együttérzés. A Hungary Helps Magyarország humanitárius programja. Több módon próbálnak ezen keresztül segíteni az üldözött keresztényeknek. Diplomáciai fórumokon kiállnak az érintett hívők érdekei mellett, háború utáni életmentő újjáépítési feladatokat is ellátnak például Szíriában, Irakban és Libanonban. De nem csak a Közel-Keleten aktívak, Nigériában és Egyiptomban is próbálnak segíteni, ahol leginkább terrorista szervezetek támadásainak és népirtásnak vannak kitéve a keresztények, közölte Azbej Trisztán államtitkár Mária Pócson. 2017-ben a Hungary Helps program két fő célkitűzéssel indult. Az egyik a migráció megelőzése helyben való segítéssel, azon a helyen való segítéssel, ahonnan a migránsok elindulnak. Az a célunk, hogy szülőföldjükön meg tudjanak maradni, és ezáltal Magyarország és Európára kisebb migrációs nyomás háruljon. Ez az egyik célja. A másik célja pedig kiemelten az üldözött keresztények megsegítése. A kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás. Több mint 80 országban szenvednek súlyos, hátrányos megkülönböztetést, és több mint 200 millió hívő embert érint ez, és mi úgy gondoljuk, hogy már csak alapvető emberiességből, meg azért is, mert Magyarország egy keresztény kultúrájú ország, erkölcsi kötelességünk feléjük fordulni. A Hungary Helps programot egyre többen támogatják és keresik fel, közölte az államtitkár. Bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez adománnyal vagy felajánlással. Idén pedig egy önkéntes programot is indítanak, amihez a közösségi oldalakon keresztül lehet csatlakozni. Nevelőszülőket keres az Oltalom Szeretett Szolgálat a család nélkül maradt gyermekek befogadására. A nevelőszülők számára képzést és tanácsadást is biztosítanak, amellyel egy támogatói hálózatot szeretnének kiépíteni. A jelentkezők feladata lesz, hogy átmeneti időre szerető közeget biztosítsanak a gyermekek számára. Idén tavasszal szeretné elindítani nevelőszülői hálózatát az Oltalom Szeretett Szolgálat. Ehhez várják a jelentkezőket. Nyíregyházán és a megyében sok gyermek születik, és azoknak a száma is nő, akiknek nevelőszülőkre lenne szüksége. Az az igazság, hogy bennünket is megkerestek itt helyben az Oltalom Szeretett Szolgálatként is, hogy az állami, az erre illetékes kormányzati állami hatóságok, hogy kevés a nevelő szülő, tehát sajnos elég sok az a gyerek, aki vagy a születése után családi háttér nélkül, vagy a családtóból kiesőként el kell helyezni nevelő szülőknél. Ez az egyik része nyilvánvalóan, a másik része az, ahogy mi a különlegesen nehéz élethelyzetben lévő embertársainkkal, az oltalom
oltalomszeretetszolgálatnál folyamatosan találkozunk családok átmeneti otthonában ezzel a problémával, és ettől függetlenül is azt gondoltuk, hogy nekünk ezen a területen feladatunk, küldetésünk van, egy kicsit preventív jelleggel is, hogy minél kevesebb sérült ember legyen ebben az országban és ebben a városban, meg ebben a régióban. Azokon a gyerekeken szeretnének segíteni, akik kénytelenek a családközössége nélkül élni. A nevelőszülők feladata, hogy egy átmeneti időre biztosítsák a gyermekek számára a szerető közeget, hogy egy idő után vissza tudjon menni saját családjához vagy egy örökbefogadó családhoz. Mindezt úgy, hogy a nevelőszülő személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmasan áll a elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására. A nevelőszülők havonta anyagi támogatást is kapnak, de mellette munkaviszony is fenntartható. A nevelőszülői díjazás az azt jelenti, hogy ez akár egy egyedi esetben is lehet, tehát hogy foglalkoztatási jogviszonynak megfelelő foglalkoztatást jelent. Ezt végezheti valaki már meglévő munkaviszony mellett is, vagy önálló jövedelemként is, mert kap a nevelőszülő is egy összeget, kap a gyerekre fordítható összeget, tehát megvan ennek egy bonyolult kiszámítási módja, de ez a nevelőszülőnek is egyfajta megélhetést, vagy ahhoz való hozzájárulást is segít, és ebben a kormányzat is meghozta azokat a döntéseket, hogy sok minden mellett ez beilleszkedjen egy család jövedelmébe, vagy akár úgy is lehet valaki nevelőszülő, hogy saját gyerekeket nevel, és melléje hoz még gyermekeket. Ráadásul úgy, hogy nem csak egy gyermeket fogad be a nevelőszülő, ugye? Igen, hanem többet is befogad. Ennek megvan megint a szabálya, hogy saját gyerek, meg a gyerekekre van, hogy hány négyzetméterre kell jutni a gyerekeknek. Ez úgy működik, hogy amikor valaki jelentkezik, kimegyünk környezettanulmányra megbeszélni a körülményt, a családot, a családnak egy házi orvosi igazolást kell hozni, majd egy pszichológiai vizsgálaton kell átesni, majd el kell végeznie egy nevelőszülői tanfolyamot, és akkor mondja ki a hatóság, hogy ő alkalmas arra, hogy nevelőszülő legyen, és akkor születik meg a jogviszony köztünk meg a család között. Az Oltalom Szeretett Szolgálat egy támogatói hálózatot szeretne létrehozni a nevelőszülők számára, akiknek jelentkezését még mindig várják. Február 1-e a civilek napja, minden évben ekkor rendezik meg a civil szervezetek és egyesületek ünnepét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 3000 civil szervezet működik, akik munkájukkal a megyei és helyi önkormányzatok segítése mellett a társadalom számára is hasznos tevékenységeket végeznek. Országosan mintegy 61 ezer, megyékben pedig 3151 civil szervezet működik. Az ő feladatuk a társadalom, a közösségek szolgálata, valamint az állami és önkormányzati feladatok ellátásának segítése. A civil szervezetek sokkal hatékonyabban, olcsóbban, az emberekhez közelállóbban tudják közösségépítő tevékenységüket végezni, illetve olyan feladatokat ellátni, amelyeket az önkormányzatok vagy akár az állam nem tud, vagy nem képes oda elhatolni annak a tevékenységekben, a társadalmi aktivitásban, ahol a civilek eljutnak. Ezért is nagyon örvendetes számunkra, hogy egy emléknap keretében is megemlékezünk az ő tevékenységükről, és ez a mai nap ez erről szól, és ki tudjuk fejezni a köszönetünket a társadalom egésze szempontjából azokért a tevékenységekért, amit civil egyesületekben honfitársaink végeznek, akár önkéntes munkával, szervező munkával és más módon. Komoly feladatokat vállalnak át az állami, illetve az önkormányzati szervezetektől, olcsóbban, hatékonyabban látják el ugyanazokat a feladatokat. A Nemzeti Együttműködési Alap forrásából mintegy 5,9 milliárd forintnyi keretösszeg erejéig nyújthatnak be pályázatot a civil szervezetek és egyesületek, hangzott el a Civil Napi Ünnepség sajtótájékoztatóján, ahol Kis András, a Civil Információs Centrum operatív igazgatója arról beszélt, hogy a szervezetek kétfajta pályázati formából is választhatnak. Úgynevezett 200 ezer forintos pályázat, vagy egyszerűsített pályázat, az maximum 200 ezer forintot lehet igényelni, alapvetően helyi, illetve területi működési körű civil szervezetek igényelhetik, de egyfajta automatizmus van ebben, keret kimerüléséig ez a támogatás automatikusan
rendelkezésre áll, és csak formai bírálat van. Tehát, ha a szükséges dokumentációkat a civil szervezetben nyújtja, és határidőre leadja, abban az esetben ez a pályázat a forrás kimerüléséig rendelkezésre áll, és a beérkezés sorrendje fog dönteni ilyen szempontból. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb ezt adja be a február 22-i megjelenést követően. Az összevont pályázat egy nagyobb jelentőségű támogatás, 3 és 5 millió forint között akár igényelhető egy úgynevezett működési és szakmai kombinált támogatási lehetőség. Kis András hozzátette, a szervezetek egyszerre csak az egyik lehetőségre nyújthatnak be pályázatot, melyben segítségükre lehet a civil információs feladatokat ellátó Hieroteosz Egyesület. A 4 távozó futballista helyére 5 új játékos érkezett az NB1-es kisvárdai futballcsapathoz a téli szünetben. A friss szerzeményeket a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizásainak. A kisvárda szombaton a sereghajtó Szombathely otthonában kezdi a tavaszi szezont. A megszokott helyszínen a Besenyei gimnázium dísztermében tartott a csütörtök este hagyományos szurkolói ankétját a kisvárdai futballcsapat. A holt idényben történt változásokról szólva Révész Attila elmondta, Mileszki, Mitosevics, Párcvánia és Rácz távozott, de Jánvári, Hely és Misis is máshogy folytathatja pályafutását. Érkezett a portugál Széko, a görög Szokulász, az ukrán Kravchenko, a román Grozáv és szerződés kötöttek a sérülése után visszatérő Délszeg Gergellyel. A sportigazgató szerint minőségi labdarúgókkal gazdagodott a keret. Minden játékos erősítésnek számít, annál is inkább, mert olyan posztra hoztuk, ahol nem volt meg a megfelelő versenyhelyzet a csapaton belül. Ráadásul az edzőmérkőzéseken is tudtak olyat produkálni, ami feljogosítja őket arra, hogy a kezdőben kapjanak szerepet már most a következő haladás elleni szombati mérkőzésen is. Az őszi szereplésünk feljogosított minket arra, hogy ilyen erősítéseket hajtsunk végre, és teljes mértékben megvan az alapunk arra, hogy a következő évet az NB1-ben folytathassuk. Nagyon nagy csata lesz minden egyes mérkőzés, nagyon nemes riválisaink vannak. Én azt érzem, hogy legalább 3 csapat van még, aki azonos erősségű, mint mi, vagy 4 is. Nyilván nekik most több pontjuk van, előnyben vannak, de én ott bízom benne, hogy a tavasz során egy olyan sorozatnak lehetünk majd a tanulni, mint amivel befejeztük az őszt, és akkor egy szép nyár elé nézünk majd. Délceg Gergely 2016 óta 24 mérkőzés játszott kisvárdai színekben, azonban az elmúlt fél évben nem kötötte szerződés a klubhoz. A játékos súlyos sérüléséből felépülve tavasszal ismét ott lehet majd a pályán. Megmondom őszintén, nehéz volt ez a fél év, de úgy voltam, hogy úgy készültem, hogy ha felépülök és egészséges leszek, akkor talán sikerül egy szerződést kicsikarnom. Ezt köszönöm is a klubnak a bizalmat, meg a Révész Attilának, hogy kaptam egy szerződést, igyekszem majd meghálálni tavasszal a bizalmat. Ez a 8 hónap azért nem múlt el nyomtalanul, de csináltam a dolgot rendesen, keményen edzettem, eljárt plusz munkát is végzek. Én azt gondolom, azért még egy 2-3 hét kell, hogy azért teljesen utolérjem magamat. Nyilván az, hogy milyen formában tudok teljesíteni, az majd eldönti ugye a játékpercek alapján, hogy mit fogok nyújtani. Szeretném minél előbb visszanyerni a formámat. A kisvárda szombaton a sereghajtó Szombathely otthonában lép pályára. A 2 kieső helyen lévő csapatot 7 pont választja el egymástól a tabellán. Én nagyon-nagyon szeretném, ha meg tudnánk nyerni a mérkőzést, mert akkor én is azt mondanám, jó, nem lehet kimondani, meg nem is akarom, de egyel kevesebb gondunk lenne. A döntetlen eredmény sem rossz, de azt szokták mondani, hogy aki döntetlenre vagy X-re készül, az elveszíti a mérkőzést, úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk nyerni, de lesz ott egy ellenfél, felkészülünk, még itt az utolsó napokban, ami még egy kis finomítás van hátra, azt megcsináljuk, és én azt mondom, hogy én bízom a csapatban, bízom a kollégákban, ahogy felkészültünk, és nagyon bízom benne, hogy eredményesen tudunk indulni. A 19. forduló további párosítása a következő: MTK Budapest Paks, Debrecen Újpest, MOL Vidi FC Puskás Akadémia, Diósgyőr Mezőkövesd és Ferencváros Budapest Honvéd. Címvédőként ismét ott lesz a női röplabda Magyar Kupa döntőjében a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttes az elődöntő visszavágóján 3-0-ra verte a Jászberényt, így 2-es győzelemmel jutott be a február 17-én esedékes érdi fináléba, ahol a Békés Csaba lesz a nyíregyháziak ellenfele.
A Jászberényben aratott 3-1-es győzelmet követően jó pozícióból várta a visszavágót a nyíregyházi együttes. Hollósi László tanítványai ellentmondás nem tűrően kezdtek, 11-2-es vezetésüknél már másodszor kértek időt a vendégek. Ez sem segített azonban sokat rajtuk, az első szettet 25-5-re nyerte a házigazda. A folytatásban magára találta már különösebb nyomás nélkül játszó Jászberény, de ez csak arra volt elegendő, hogy elérje a 20 pontot. A 2-0-ás vezetés már a döntőbe jutást jelentette a Fátum Nyíregyháza számára, így a folytatás csak formalitás volt, de a harmadik szettet sem engedték át a riválisnak Vargáik, akik így 2 győzelemmel jutottak be a kupa döntőbe. A másik ágon a Békés Csaba a Vasas otthonában elszenvedett 3-2-es vereséget követően hazai pályán 3-0-ra múlta felül a fővárosiakat, így megismétlődik a tavalyi Nyíregyháza Békés Csaba finálé. A kupa döntőt február 17-én rendezik az Érdi Sportcsarnokban. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Magyarország hajlandó többet fizetni a közös kasszába, illetve forrásokat is átcsoportosítana annak érdekében, hogy ne csökkenjenek az uniós agrárforrások a következő ciklusban, közölte Nagy István agrárminiszter. Hozzátette, a visegrádi négyek kibővülve a 8 balkáni és baltikumi országgal együtt egy erős 12-es szövetséget alkotnak, de Spanyolország és Franciaország is hasonló gazdai érdekeket fogalmazott meg, mondta az agrárminiszter. Több mint 80 országban 200 milliónál is több embert érint a hitük miatti hátrányos megkülönböztetés, így a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása. A 2017-ben indult Hungary Helps program az üldözött keresztények megsegítéséért jött létre, közölt a kezdeményezés megvalósításáért felelős államtitkár Mária Pócson. Azt Bej Trisztán kiemelte, bárki csatlakozhat hozzájuk önkéntesként, vagy adománnyal is segítheti munkájukat. Nevelőszülőket keres az oltalomszeretett szolgálat a család nélkül maradt gyermekek befogadására. A nevelőszülők számára képzést és tanácsadást is biztosítanak, amellyel egy támogatói hálózatot szeretnének kiépíteni. A jelentkezők feladata lesz, hogy átmeneti időre szerető közeget biztosítsanak a gyermekek számára. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 1-én pénteken, friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó hétvégét! Szombat reggelig többnyire erősen felhős lesz az ég, eső helyenként előfordulhat, a déli szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Szombat estig többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor helyenként előfordulhat, a déli szél megélénkül, időnként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul. A következő napokban nagyrészt erősen felhős időre van kilátás, vasárnap, illetve hétfőn több helyütt elered az eső, zápor eső. Kedden még több felé eshet az eső, nyugaton havas eső, hó is lehet. A jövő hét közepén erősen és közepesen felhős területek, illetve periódusok egyaránt lesznek, hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, csak helyenként fordulhat elő kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék. A vasárnapi tavasziasan enyhe időt követően gyengül a nappali felmelegedés, és hajnalonként ismét egyre több felé süllyed fagypont alá a hőmérséklet.